Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Tóth Norbert, nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Itt van már velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok mindenkinek. És sok témánk lesz ma, ugyanis az orosz-ukrán háború kapcsán van egy csomó olyan nemzetközi jogi kérdés, amely már egy ideje foglalkoztat, ezért is kértem a munkatársaimat, hogy hívjuk fel önt, hiszen ön meg ezekre kiválóan tud válaszolni, úgyhogy akkor el is kezdem a sort. Az első, hogy folyamatosan lehet hallani a háború kapcsán, hogy akár orosz, akár ukrán oldalon hadifoglyokat ejtenek, akiknek aztán valamifajta sorsuk van, ez általában jobb esetben a fogolycsere szokott lenni. De itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán a hadifogoly ejtés az létezik-e a nemzetközi jogban, illetve vannak-e erre vonatkozó szabályozások? Valóban ugye a hatályos nemzetközi jogi szabályok szerint létezik hadifogoly státusz, de ugye az emberiség történetében az nem volt mindig így. Tehát, ha nagyon visszamennénk időben, akkor azt tudom mondani, hogy az ókorban, feltételezhetően az őskorban is, csak hát ugye nyilván írásos emlékek abból a korszakból nem maradtak fenn, hadifoglyokat nem igazán ejtettek a háborúkban, hanem hát akik fogságba estek, azokat meggyilkolták általában, vagy pedig rabszolgaságba taszították, tehát vagy a munkaerejüket használták fel. A rabszolga és a hadifoglyok nem ugyanaz? Nem minden rabszolga volt az ókorban sem hadifoglyok, tehát nem olyan emberek lettek csak rabszolgák az ókorban, akik egyébként valamilyen háborúban kerültek az ellenségnek a fogságába, hanem egész egyszerűen azokban az időszakokban az emberek között nem volt jogi egyenlőség. Tehát voltak szabad státuszú emberek, voltak olyanok, akik voltak bizonyos jogaik, de nem voltak egyenlőek a teljes, tehát a jogok teljességét birtokló szabadokkal, és ez voltak olyanok, akik gyakorlatilag nem emberként voltak kezelve, hanem tárgyként, tehát akiket adásvétel tárgyává is tehettek, tehát ők voltak a rabszolgák, és akkor egy részük olyan ember volt nyilván, aki háborús konfliktus következtében került ebbe a státuszba, de voltak olyan, akik beleszülettek, tehát akik korábbi rabszolgák gyermekeiként kerültek ebbe a jogállásba. Tehát, hogy sokáig egyébként a háborúkban a hadifogoly státusz az nem létezett. A középkorban ott már kezdett egyébként formálódni, de a keresztények egymás közötti háborúiban, tehát a keresztény államok egymás közötti harcaiban elismerték azt, hogy a legyőzött ellenségnek lehetnek bizonyos jogai, de igazából áttörés a 19. században következett be. Ami azt is mutatja, hogy ez a jogterület azért nem túl régi, tehát a nemzetközi jog más területeihez képest, például a diplomáciai kapcsolatok joga több ezer éves, ehhez képest úgy nevezzük, hogy humanitárius jog, tehát azok, amelyek ilyen emberbaráti szempontokat közvetítenek háborús konfliktus idején, ez nem túl régi, egy olyan 160-170 éves, mert 1863-ban a Nemzetközi Vöröskereszt, pontosabban a Vöröskereszt létrejöttével Genfben, ugye Henri Dunant és barátai ismerősei hozták ezt az egyesületet létre, kezdődik elterjedni az a szemlélet, hogy a fegyveres összeütközések, fegyveres konfliktusok során vannak olyan személyek, olyan emberek, akik védelmet érdemelnének, és hogy fokozatosan ugye ez a nemzetközi jogba is elkezd átszivárogni, és 1864-ben pedig az első genfi egyezmény, amely a háborúban megsérült, megsebesült katonák, személyek védelmét tűzi ki célul, és ugye fokozatosan azóta fejlődött a jogterület, és ma már odáig jutottunk, hogy a ma hatályos jogszabályok alapján, ugye ki kell emelni a 1949. évi genfi egyezményeket, és közülük is különösen a harmadik számú genfi egyezményt, amely kifejezetten a hadifoglyokkal foglalkozik, meg majd az 1977. évi első kiegészítő jegyzőkönyv. Ezek nagyjából a szerződéses szabályai ma már a hadifogoly státusznak, de hogy azért azt látni kell, hogy ez nem volt mindig így. És az amerikai polgárháború is egyébként sokat segített a jogszabályok fejlődésében. Akkor már ejtettek hadifoglyokat, bár nem nagyon bántak emberbaráti módon egymással a déliek és az északiak, tehát a hadifoglyokkal. De hogy az is egy olyan konfliktus volt, ami nagyon véres volt, és ugye ennek van egy olyan hatása is, hogy ezeket a szabályokat minden ilyen nagyon súlyos konfliktus segít továbbfejleszteni. Ugye ezek voltak a mérföldkövek, tehát az amerikai polgárháború, gyakran a Vöröskereszt létre hozatalam, egyébként a Solferino-i csata, tehát 1859-ben Henri Dunant Solferino-i csatának volt a szem és fültanúja, és ugye ebből vonta le azt a következtetést, hogy valamilyen módon
akár jogszabályok segítségével, de változtatni kell azon a helyzeten, hogy sokan azért halnak meg, mert nem jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz a harctereken, tehát elvéreznek konkrétan. És ugye ez egy 160 éves fejlődés története ennek a területnek, és odáig eljutottunk ma már, hogy önálló szerződése van kifejezetten a hadifoglyoknak. Ez mit jelent pontosan? Milyen jogaik vannak, illetve illeti-e őket meg bármifajta védelem? Igen, ugye az említett 1949. évi harmadik számú Genfi egyezmény alapján azt érdemes először tisztázni, hogy kik a hadifoglyok. Van egy olyan kifejezés itt a humanitárius jogi területen, amit úgy szoktunk egyébként említeni, hogy kombattáns. Ezt néha lefordítjuk magyarra, és akkor harcosnak fordítjuk. Tehát ugye a kombattáns vagy harcos az a személy, aki a fegyveres konfliktusban, ugye most egyszerűség kedvéért nevezzük háborúnak, de a fegyveres konfliktus az egy tágabb kategória ennél, de mondjuk háborús helyzetben valamelyik ellenséges hatalom szolgálatában áll, és ilyen részt vesz a hadműveletekben. És ugye az ilyen esetekben, hogyha kombattáns vagy harcos elveszi egy másik, tehát egy ellenséges kombattáns életét, akkor ez nem minősül emberölésnek, mert egyébként békeidőben nyilván az országoknak a büntető törvénykönyvei az emberölést azt bűncselekménynek tekintik, de ugye a háborús helyzet az egy rendkívüli helyzet, és ilyenkor alkalmazandók ezek a humanitárius jogi szabályok. Csak azt akarom mondani, hogy a kombattánsból lesz végső soron a hadifogoly, tehát abban az esetben, hogyha ez a kombattáns vagy harcos, és egyébként ez egy bonyolult kategória jobban, mert ide tartozik, aztán olyan emberek is ide tartoznak, akiket nem is gondolnánk feltétlenül első hallásra ebbe a körbe tartozónak, tehát nem tudom, polgári személyek is egyébként, tehát akik mondjuk kiszolgáló személyzet tagjai, vagy akár haditudósítók, tábori lelkészek, ugye ezek nem vesznek részt közvetlenül feltétlenül a hadműveletekben, de ők is ebbe a körbe tartoznak, és hát nyilván azok is, akik egyébként ténylegesen részt vesznek harcosként, hogyha ők az ellenséges hatalom kezébe kerülnek, akkor hadifogoly státuszra jogosultak, és ugye négy feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy kombattánsnak minősüljön valaki, feltéve, hogy nem tartozik a többi kategóriába, tehát amiket most így példáulhozva említettem, tehát a négy feltétel pedig úgy néz ki, hogy felelős parancsnokság alatt áll, nyíltan viseli a fegyvereit, ugye a harcokban a rangjelzéseit szintén nyíltan viseli, a saját ruháján felismerhető, és betartja a háború szokásait és törvényeit. Ez a négy feltétel van, amikor valaki a kombattánsi minőségre tarthat jogot, és hogyha egyébként fogságba esik, akkor pedig hadifogoly státuszra jogosult. Tehát például a kémek egyébként nem tartoznak ide, tehát akik kémkedést végeznek, ők nem kombattánsok, aztán a zsoldosok, ez is egy érdekes kategória, ők sem tartoznak kombattáns kategóriába, tehát ők nem lesznek hadifoglyok, nem kapnak egy plusz védelmet a fogságba esés után, és akkor hát a hadifoglyok pedig, ahogyan említettem, különböző jogokra, és hát kötelezettségeik is vannak, de különböző jogaik is vannak. Például megölni nem lehet őket? Nem lehet megölni őket, ugye nyilván a hadifogó is követhet el bűncselekményt, tehát mondjuk akár a fogságban, egy hadifogói táborban is például. Tehát annak nincs akadálya, hogy ha egyébként a fogságba esést követően bűncselekményt követ el, vagy kiderül, hogy a hadműveletek során, tehát még mielőtt fogságba esett volna, egyébként bűncselekményeket követett, tehát például fosztogatott, vagy nem tudom, nőket erőszakolt, és így tovább. Tehát az nincs akadálya nyilván, hogy a fogságba esés után vele szemben büntetőeljárás folytassanak le, de ugye szabályos büntetőeljárás kell lefolytatni, tehát pártatlan és független bíróság által. Tudja, hogy megilletik ezek a jogi garanciák a hadifoglyot is, de az életét ugye elvenni nem lehet. Ugye szoktak ebből problémák lenni, mert hát sajnos sok olyan eset van, és nem csak az ukrán-orosz háborúban, hanem korábbi konfliktusokban is, amikor ugye az egyik hadviselő fél már magát megadó személyeket lőtt le gyakorlatilag, ugye kivégeztek ilyen személyeket, és ugye azt állította utána, hogy valójában a hadműveletek során estek el ezek az emberek, de ugye a kriminalisztika azért már van annyira fejlett, hogy miután konkrétan a koszovói háborúban voltak ilyenek, ugye finn orvos szakértők kihantolták ezeket a holttesteket, és meg tudták állapítani azt, hogy tehát nem a harcok közben estek el ezek az emberek, hanem közvetlen közelről talkon lőtték őket. Tehát ezeket, és sok hasonló helyzet van, tehát hogy sajnos, vagy akár gondoljunk a katinyi mészállásra a II. Világháborúban, hogy lengyel katonatiszteket, az NKVD, tehát a szovjet
titkosszolgálat kivégzett. Ott is ugye egyrészt állították azt, hogy nem a szovjetek voltak, hanem a németek, akkor kiderült, hogy egyébként ez nem igaz. Tehát akkor azt mondták, hogy harcokban estek el, és hát ott is be lehetett bizonyítani nyilván, hogy valójában ezeket az embereket kivégezték, de azt meg kell említenem egyébként, bár nem menti fel a szovjeteket nyilván, meg nem akarom, én táborról sem akarom őket mentegetni, de hogy a második világháború idején, ugye nyilván nem a 49-es genfi egyezmények voltak hatályosak, hiszen az később fogadták őket el, hanem voltak 1929-ben elfogadott genfi egyezmények, de ugye tudni kell a Szovjetunióról, hogy a két 29-es genfi egyezmény közül a hadifoglyokkal kapcsolatos egyezménynek ők nem váltak részeseivé, tehát ők ezt nem fogadták el. Ettől még persze voltak hadifoglyi táborok, meg hát tudjuk, hogy ott is hát nem a legmegfelelőbben bántak ezekkel, akár magyar katonákkal sem, meg másokkal sem, de az tény, hogy ők nem voltak akkor ennek a szabályozásnak maradék nélkül a részesei. Ellentétben a mostani helyzettel, amikor mind Ukrajna, mind pedig Oroszország a 49-es genfi egyezményeknek, meg a 77-es kiegészítő jegyzőkönyvnek is részese, tehát be kell, hogy tartsák ezeket a szabályokat. Én arra már emlékszem még fiatalabb koromból, hogy a német kancellár hazavitte a korábbi hadifoglyokat, meg hazaérkeztek bizonyos országokba hadifoglyok. Itt az orosz-ukrán háborúnál mire lehet számítani? Egyszer majd mindenkit hazaküldenek? Most inkább cserékről hallani, és például azt is hallani, hogy az oroszok ragaszkodnak, hogy például őrmestert őrmesterre, vagy polgármestert polgármesterre cseréljenek ki. Ugye ez a két hadviselőfél megállapodásának a tárgya, hogy a hadifoglyokat egymás között hogyan cserélik ki. Tehát ha meg tudnak állapodni, akkor ez nyilván működik, hanem akkor maradnak fogságban ezek az emberek addig, amíg a, hát a, legalább a fegyverszüneti egyezmény. De akkor ez ugyanolyan, mintha valaki börtönben lenne? Tehát a fogság itt ugyanaz. Nem teljesen. Ugye az a célja ennek, hogy az ellenséges katonákat kivonja az egyik ország a műveletekből, ez gyengíti a saját ellenségét, mert hogy nem tudnak visszatérni, ugye nem tudnak szolgálatra jelentkezni. Nyilván a fegyvereiket elveszik tőlük, nem tudom, egyéb a háborúhoz szükséges eszközöket elveszik tőlük, viszont van, ami náluk maradt, tehát a magántulajdonukat nem lehet elvenni például. Tudnak írni szignálon a családtagjainak, vagy WhatsAppon, hogy itt vagyunk, nem tudom, hol jól vagyunk? Ez egy igen érdekes felvetés, mert ugye valóban ezek a szerződések 1949-ben készültek, nem voltak még mobiltelefonok akkor, meg nem voltak ezek a technikai eszközök, de azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy azért elvehetők ezek az eszközök a hadifoglyoktól, mégpedig azért, mert ha nem tenné meg a foglyulejtő hatalom, akkor adott esetben saját magát veszélyeztetni, a saját hadmozdulatait is veszélyeztethetné, feltéve, hogy információja van mondjuk a hadifoglyoknak arról, tehát csapatmozgásokról, ha mondjuk nem vonják ki, vagy megfelelő távolságra ugye a fronttól ezeket az embereket. Tehát, hogy akkor ezek az emberek még a frontok közelében vannak, és nem az történik, hogy nem tudom én, elszállítják Szibériába, vagy valahova őket, és akkor ott egy városban így élik a mindennapjaikat, és várják, hogy hazamehessenek. Nem, hát az eleinte biztos a frontok közelében vannak, de azt mondják ezek a szerződések, hogy ki kell vonni őket a hadműveleti területek közvetlen környezetéből, tehát távol a fogják. Ha még egyébként vannak ott olyanok, tehát nyilván azért nem egyik napra másikra történik ez meg, de alapvetően hadifoglyi táborokat a frontoktól távol kell létesíteni, tehát arra összegyűjtik ezeket a volt katonákat vagy kombattársokat. A másik, ami felmerül elsősorban Oroszországgal kapcsolatban, nyugati vezetők nyilatkoznak arról, hogy Oroszország jelen pillanatban háborús bűnöket követel, népirtásokat követel, és hogy ezeket ki kell vizsgálni, és el kell ítélni Oroszországot. Egyrészt érdekelne, hogy ön hogy látja, valóban megvalósulnak-e a háborús bűncselekmények, másrészt melyik az a szerv, amely ezt objektíven tudja vizsgálni, és az oroszok alárendelhetik-e magukat ezen vizsgálatok eredményének? Igen, tehát hogy a humanitáriusok területéről átneveztünk a nemzetközi büntetőjog területére. Ugye itt azt kell látni, hogy a büntetőjogászok általában kétféle gyanú között tesznek különbséget. Létezik az egyszerű gyanú, és létezik a megalapozott gyanú, vagy régi nevén alapos gyanú, aztán így jobban vagy többen ismerik. Az egyszerű gyanú az azt jelenti nagyjából, hogy olyan információi vannak egy hatóságnak például, amelyek alapján azért valószínű, hogy bűncselekményt követtek el valakik, de itt még ugye nem feltétlenül tudjuk azt, hogy kik követték el ezt a bűncselekményt. A megalapozott gyanú annál több, annyival több, hogy ott közlik egy konkrét személlyel azt, hogy
az illető ugye alaposan vagy megalapozottan gyanúsítható a konkrét bűncselekmény elkövetésére. Most ebben az esetben inkább egyszerű gyanúról van szó, és az információk alapján, tehát amik elérnek bennünket, itt nagyon sok dezinformáció is lehet, de azért úgy tűnik egyébként, hogy itt hát sajnos az orosz-ukrán háború sem kivétel a többi fegyveres konfliktushoz képest, mert itt is követtek el olyan bűncselekményeket, amelyeket háborús bűncselekményeknek nevezhetünk. Ugye a háborús bűncselekmények olyan bűncselekmények, amelyek a háború, úgy nevezik ezt, hogy a háború szokásai és törvényei súlyos megsértése esetén merülnek fel, és hogy melyek ezek a szokások és törvények, hát az említett 40, tehát 4 darab 49-es genfi egyezmény, meg a kiegészítő jegyzőkönyvek, tipikusan ezek azok, amelyek ebbe a körbe tartoznak, mert hát vannak tiltott fegyverek és azokkal kapcsolatos szerződések is, csak ugye itt azt is látni kell, hogy jó sok ilyen szerződésünk van, ami bizonyos fegyvereket betilt, de jellemzően ezeknek nem váltak részeseivé az oroszok vagy az ukránok. Tehát, hogy nehéz rajtuk számon kérni ezeket a szerződéseket, tehát például ugye a kazettás lőszerek elleni egyezmény, vagy nem is tudom, van ez a, hirtelen most amit eszembe a neve, ami ugye elszívja az oxigént, ez a bomba, ez erre egyébként nincs konkrétan szerződés, de ugye erre meg azt lehet mondani, hogy minden olyan, tehát van egy általános szabály, ami azt mondja, hogy szükségtelen szenvedést okoz az embereknek, ez elvileg ennek használata tilos, most persze, hogy el lehetne ezen sokat vitatkozni, hogy ez ebbe a körbe tartozik-e, és nyilván egy bíróság előtt ezt egyébként meg is vizsgálnák, hogy ez a lőszer ebbe tartozik-e, de minden esetre az is látható, hogy a nagyhatalmak, tehát benne Oroszország is, megpróbálták távol tartani magukat ezektől a szerződésektől, de kivéve a 49-es 4 genfi egyezmény, meg a két kiegészítő jegyzőkönyv, mert ezeknek részesei Oroszország és Ukrajna is, és hogyha ezeket súlyosan megsérti egyik vagy másik ország, akkor az háborús bűncselekményt jelent. Egyébként az ukránok oldaláról is felmerülhet ilyen, nem csak az oroszok oldaláról, mert például az a gyakorlat, amit sokáig folytatott Ukrajna, hogy hadifoglyokat, tehát orosz hadifoglyokat, vagy annak látszó embereket, ugye ez se egyértelmű, egyébként őket mutattak ezek pontosan kik, de ugye azt mondták, hogy ezek fogságba esett orosz katonák, tehát ugye ők akkor hadifogó státuszra jogosultak. Azt mondják ezek az egyezmények, hogy meg kell kímélni a külvilág kíváncsiskodásától a hadifoglyokat. Tehát nyilván azért nem nagyon lehetne mutogatni sem őket véleményem szerint, mert hogy ez beleütközik ebbe a genfi egyezménybe. Tehát itt oda-vissza nagyon valószínű, hogy követtek el ilyen cselekményeket a hadviselő felek, tehát az oroszok és az ukránok, és emberiességeni bűncselekmények is úgy tűnik, hogy hát el lettek követve. Ugye a hadműveleti területeken kívül a polgári lakosság ellen irányuló bűncselekmények tartoznak ebbe a körbe, és ugye itt a kérdés az, hogy népirtás, ami egy harmadik típusa ezeknek a nemzetközi jogon alapuló bűncselekményeknek, ez megvalósult-e? Ezt ugye nehéz bizonyítani, mert a népirtás esetében bizonyítani kell a népirtásra irányuló szándékot, amit meg azért nem olyan könnyű a gyakorlatban bebizonyítani, nem lehetetlen, de ugye bizonyítékokat kell szerezni. Hát pont ugye Kelet-Ukrajna esetében megy az, hogy egyrészt ugye a számokon megy a számháború, hogy most hány kelet-ukrajnai orosz embert ért atrocitás, vagy akkor az nevezhető-e már népirtásnak, és talán az egy ilyen közös pont, hogy valami biztosan történt, de hogy mekkorák a számok, és hogy ez minek azonosítható be, ezen megy a vita, amennyire én ezt figyelem. Igen, ugye érdekes, hogy különbséget tesznek, mert különbség is van egyébként háborús bűncselekmények, meg emberiesség elleni bűncselekmények, meg népirtás között, és élek a gyanúperre, hogy a nemzetközi közvélemény szempontjából van igazából jelentősége, mert a népirtás szónak nyilván sokkal nagyobb a súlya a kommunikációban, mint hogyha azt mondom, hogy háborús bűncselekmény vagy emberiesség elleni bűncselekmény, de egyébként mind a három bűncselekmény típus esetén lehet például életfogytiglani börtönbüntetést kapni. Tehát a sankció szempontjából... ítélnek el, aki katona elköveti ezt a népirtást, vagy eljöhet az a pont, hogy akár Putyint, akár Zelenszkit valami nemzetközi bíróság elé állítják, megvizsgálják a döntéseik súlyát, és akkor ott jön egy ilyen ítélet, születik egy ítélet. Igen, tegyük fel, hogy kiindulva abból, hogy elkövettek népirtást, ugye ez akkor valósul meg, hogyha bebizonyítható, tehát van egy szubjektív, meg egy objektív eleme ennek a bűncselekménynek. A szubjektív elem az arról szól, hogy az elkövető részben vagy egészben egy konkrét csoportot meg akar semmisíteni. Tehát nem kell egyébként teljes egészében, részben is elegendő ahhoz, hogy a bűncselekmény elkövetésre kerüljön, de ugye a szándék meg kell, hogy legyen. Most a szándékot bizonyítani azért nem egyszerű, ugye a délszláv háborúban néhány esetben például sikerült, hogy a ruandai
polgárháború esetében sikerült, vagy akár Darfur esetében, ugye a volt szudáni elnök ellen elfogadó parancsban kiadva, őt nem sikerült még a Nemzetközi Büntetőbíróság elé vinni. Tehát néhány esetben ez előfordult. Ugye igazából a második világháborúnak a borzalmai azok, amelyek ezt a bűncselekményt hát létrehozták lényegében, mert addig ugye ez nem is a szó sem létezett, tehát a genocidium szó, ez nem létezett addig, de a második világháború borzalmai miatt végül is a nemzetközi jogban ez egy bűncselekmény típussá vált, de bizonyítani viszont nehéz, és az objektív oldala pedig az úgy néz ki, hogy sokféle lehetőség van, tehát emberek megölése például, ami egy elkövetési magatartás, vagy nem tudom, a csoport reprodukcióra képtelenné tétele művi úton például, vagy gyerekek erőszakos elszakítása a csoportból. Egyébként nem minden esetben jár ugye emberek halálával a népirtás, de tipikusan, amikor a közbeszédben erről beszélünk, akkor ugye a szemünk előtt az van, hogy embereket lemészárolnak tömegesen, és ez is egyfajta népirtás nyilván, de a szubjektív oldal pedig az, hogy a szándékot, tehát az, hogy az elkövető szándék, az elkövető tudata átfogja, akarja ő azt, hogy egy adott csoport, mondjuk egy adott nemzetiség, vagy adott nép részben vagy egészben megsemmisüljön. És akkor mondjuk milyen bizonyítékai lehetnek ennek? Közvetett bizonyítékok szoktak egyébként gyakran előfordulni, tehát lehallgatási jegyzőkönyvek például, tehát egy parancsnok kiadja az utasítást mondjuk egy katonának, és ilyeneket is hallattunk, hogy az ukrán titkosszolgált lehallgatott ilyen beszélgetéseket, de ezek csak közvetett bizonyítékok, és ugye a büntetőjogban közvetett bizonyítékok zárt láncolata kell ahhoz, hogy valakit el lehessen ítélni. A közvetlen bizonyítéknek az lenne, hogy tanúvallomás például, vagy az elkövetőnek a saját beismerő vallomás, ezek közvetlen bizonyítékok, de ugye erre azért kicsi az esély, és hogy visszakanyarodva az ön kérdésére, hogy mondjuk Putyin ilyen esetekben mikor vonható felelősségre, hát be lehet bizonyítani azt, tehát hogy a parancsnoki láncolatot vissza lehet vezetni mondjuk akár ebben az esetben az orosz elnökig, hogy végső soron az ő utasítása volt az, hogy ezt a csoportot védne, hogy egészben semmisítsék meg. Ha ez bizonyítható, azért nem tudom mennyire világos, de ez nehezen bizonyítható ám a gyakorlatban. Tehát ez akkor egy egész láncnak kellene vallania, nem? Hogy... Gyakorlatilag úgy nézne ez ki, hogy akkor Putyin kiadja mondjuk az utasítást, nem tudom, valamelyik tábornoknak, a tábornok továbbadja valamelyik főtisztnek, a főtiszt valamelyik tisztnek, akkor a tiszthelyettesnek, és akkor ez ugye elmegy az elkövetőkig, tehát akik fizikailag ténylegesen végrehajtják mondjuk a legénységi állományt. Tehát ha vissza lehet bontani... És itt például a Hágai Nemzetközi Bíróság hozna ítéletet? Ugye valóban ez a Hága, ez egy jó kérdés. Hágában több nemzetközi bíróság van. Ugye egyrészt ott van a Nemzetközi Bíróság, mert ennek egy főszerve, de nem ő az érdekes elsősorban, bár egyébként a népirtás kérdését vizsgálják ukrán keresetlevéllel, tehát hogy keresetlevél hatására. Igazából itt a Nemzetközi Büntetőbíróság, ami egy másik bíróság, és szintén hágai a székhelye, ez a bíróság az, ami egyének büntetőjogi felelősségét meg tudja állapítani. De itt például nem kell az, hogy Oroszország csatlakozzon ehhez az intézményhez? Vagy ha ez a bíróság ítél, akkor az teljesen mindegy, hogy melyik ország, melyik állampolgára ellen hoz ítéletet, az kötelező érvényű, vagy azt végre lehet hajtani? Nyilván sokat segítene az, de ugye a nemzetközi a bíróságok esetében, főleg a büntető bíróságok esetében az a főszabály, hogy nem a nemzetközi, hanem a nemzeti bíróságok járjanak el elsősorban. Tehát semmi nem tartja vissza, tudom, hogy ez lehetetlen, mert mondjuk egy orosz bíróság nyilván nem fogja az orosz felsővezetést, legalábbis ilyen állás szerint vegzálni. Ott is történhet persze hatalomváltás, ez sosincs kizárva egyetlen ország esetében sem, csak azt akarom mondani, hogy akár ukrán bíróság, akár orosz bíróság esetén felelősségre vonhatók elvileg az elkövetők, vagy akár más országok esetében is. Tehát a magyar BTK is ismeri ezt a globális joghatóság nevű intézményt, ami azt jelenti, hogy például háborús bűncselekmények, népirtás, meg emberiesség elleni bűncselekmények esetén a magyar BTK azt mondja, hogy külföldi állampolgár által külföldön elkövetett ilyen bűncselekmény esetén a magyar legfőbb ügyész joga eldönteni, hogy elrendeli-e egyébként a nyomozást. Tehát, hogyha mondjuk a legfőbb ügyész úgy döntene nálunk, hogy valamilyen kapcsolódó esetben valamelyik konkrét személlyel szemben, külföldivel szemben elrendelő nyomozás, ezt megtehetné. Az más kérdés, hogy nagyon valószínű, hogy Magyarországon ezt az eljárást nem lehetne lefolytatni, mert itt a bizonyítékok összegyűjtésétől kezdve nagyon sok minden fizikai akadályokba ütközne, csak azt mondom, az elvi lehetőség az meg lenne. Tehát nemzeti bíróságok, és ugye a nemzetközi büntető bíróság akkor jön, hogyha egyébként a nemzeti bíróságok nem tudnak valamilyen okból kifolyólag eljárni, ezt úgy nevezzük, hogy szubszidiárius a joghatóság, tehát kiegészítő jellegű a joghatóság, akkor lehet föltolni a Nemzetközi Büntető Bíróság elé, csak hát valóban van egy olyan probléma is, amit ön
mondott, hogy az oroszok a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának nem részesei, egyébként az ukránok sem, de az ukránok annyival előrébb vannak ebből a szempontból, hogy ők 2013-tól kezdődően elismerték a saját területükön a Nemzetközi Büntetőbíróságnak azt a jogát igazából, hogy vizsgálódjon és hogy eljárásokat folytasson le. Tehát ha mondjuk egy orosz állampolgárt, vagy akármilyen más állampolgárt ukrán hatóságok őrizetbe vennének, elfognának, akkor őt ki lehetne adni, függetlenül attól egyébként, hogy Oroszország nem részese ennek az egyezménynek, mert Ukrajna területén követték el ugye ezeket a cselekményeket. Tehát nagyon összetett és bonyolult a dolog. Elvileg nem lehetetlen, de azért nem is nagyon valószínű az, hogy tömegesen vonnának a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt embereket felelősségre emiatt a háború miatt, de hát nem tudjuk, mit hoz a jövő. Tehát akár lehetnek itt nagy fordulatok is. Néhány percünk marad, de még egy témában mindenképp kérdezném, ez megint egy más, de szintén nemzetközi jogi aspektusai vannak, ez pedig az embargók, szankciók kérdése. Ugye most az Európai Bizottság elnöke meglebegtetett egy olyan javaslatot, hogy az Európai Unió tagországai a következő időszakban, és itt megjelölt fél évet, egy évet váljanak le az orosz energiahordozókról. Ugye a magyar miniszterelnök nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy Magyarországnak ez nem felel meg, de hogy látja, lehet-e uniós hatáskör, mert ugye ez mégiscsak egy gazdasági kérdés azért elsősorban, még ha komoly ideológia is van mögötte, de eljuthatunk-e oda, hogy az Európai Unió kötelezi a tagországokat, hogy mondjuk egy ilyen döntést közösen hozzanak meg? Én azt hiszem, hogy egy egyhangúsági szabály van, tehát hogyha bármelyik ország, ugye tudjuk, hogy Magyarország például egyik ezen országoknak ezt nem akarja, akkor az Európai Unió ezt nem tudja keresztülverni. Bár kétségkívül az Uniónak vannak ugye a külkereskedelme, illetően kizárlagos hatáskörei, vagy az energiapolitikát illetően is vannak bizonyos hatáskörei, de abban az esetben, hogyha ez bármelyik ország a saját gazdasági érdekei miatt nem tudja elfogadni, akkor itt nincs más lehetőség, mint hogy derogációt engedni, tehát eltérést engedni annak az országnak, és kivételes szabályokat elfogadni. Hát ez most már jól ismert ugye a magyar hallgatók számára is, hogy itt az energiahordozók beszerzése szempontjából Magyarország ki van szolgáltatva például az orosz piacnak, de ugye részben azért, mert ennek történelmi okai is vannak, tehát a finomítóink azok ugye az orosz kőolajra vannak berendezkedve, persze át lehet őket alakítani hosszú időn keresztül, meg hosszú éveken keresztül, de ennek egy komoly költségvonzata van, itt megjelent a sajtóban, milliós tételek jelentek meg, de valójában ezek milliárdos tételek, tehát itt elírás történt, nem is tudom, olvastam valamelyik újságban tegnap, tehát nem milliókról, hanem milliárdokról van szó. Persze, de hogy ezt ki fogja fizetni, ugye? Tehát, hogy miért kellene az egyik országnak, például Magyarországnak sokkal nagyobb áldozatot vállalni, mint mondjuk nem tudom, egy nyugat-európai országnak ebben az ügyben. Ezért ezt nehéz elfogadni. Másrészt meg hát valóban itt minden összefügg mindennel, de látszólag ugye a kőolajnak, mintha nem lenne köze a rezsicsökkentéshez, de mégis van, mert hogy az a nyeresség, amit ebből realizál mondjuk az állami olajvállalat, az lehetővé teszi azt, hogy a rezsicsökkentést a magyar állam, tehát hogy mondjam, életben tudja tartani. Tehát itt azért komoly összefüggések vannak, és hogyha az Európai Unió ezekre nincs tekintette, akkor az megint csak egyébként az Európai Unió gyengíti végsősorban szerintem. Ez a mostani helyzet mennyire lehet válaszút, mert azért azt látom, hogy Orbán Viktor ki is mondja, de a nagyok, Németország, Franciaország, Olaszország sem lelkesedik feltétlenül az ötlet iránt. Hát főleg a német gazdasághoz van kötve a magyar gazdaság, ezt is mindenki tudja. Tehát ami Németországban történik gazdasági szempontból, az nyomot hagy a magyar gazdaságon is, és Németország is ki van szolgáltatva ugye kőolaj és földgázponton az orosz termelésnek, és amennyiben ezek a hátrányos következmények ugye Németországban jelentkeznek, az Magyarországot sem tud, Magyarországot is érinteni fogja. Csak abban lehet bízni, hogy azért a magyar álláspont hatására, tehát az a véleményem, hogy azért persze nagyon durva dolog, ami történik a szomszédságunkban, az ukrán-orosz háborúban, de azért nem árt ilyen helyzetben, és ez nagyon nehéz egyébként megmaradni olyannak, hogy racionális döntéseket lehessen hozni, és hidegfejjel dönteni. Nem szabad átesni a ló túlsó oldalára. Számos egyéb lehetőség van arra, hogy ugye Ukrajnát segítse az Európai Unió. Nem hiszem, hogy az a jó megoldás, hogy
az Európai Unió szükségtelen gazdasági áldozatokat vállaljon ebben a helyzetben, mert hogyha egyébként saját magát padlóra küldi gazdaságilag, akkor egy idő után már nem fogja tudni Ukrajnát sem segíteni. Dr. Tóth Norbert, köszönjük szépen! Köszönöm szépen, én is!